6 perces időkérete van. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Amint azt a törvényjavaslat általános vitája során Dóró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettes asszonya kijelentette, pártunk nem támogatja a pedagógus státusz törvényt, mert nem teremti meg a pedagógusok anyagi biztonságát, szakmai szabadságát és nem csökkenti a terheiket. Elfogadásával a pedagógusok számos tekintetben a jelenlegitől is rosszabb helyzetbe kerülnek. Álláspontunkat csak megerősítette az, hogy a törvényjavaslathoz Dóró Dóra képviselő asszony 14 módosító javaslatot nyújtott be, melyek a munkaterhek csökkentését, a szabályozás életszerűbbé tételét célozták volna, de ezeket a módosításokat a Kulturális Bizottság fideszes többsége egyszerűen, egyöntetűen lesöpörte. Ahogy már megszokhattuk, a kormány az oktatás terén is két kulacsos politikát folytat. Amíg itthon azokat a mutatókat szajkozzák, miben javult az oktatás helyzete, addig Brüsszelnek benyújtott EFOP plusz pályázatban pontosan leírták, hogy a magyar oktatási rendszer milyen súlyos állapotban van. Eszerint az egy tanulóra jutó kiadásokat tekintve Magyarország az OECD átlag alatt van, a korfa és a hiányterületek alapján a köznevelés strukturális kihívásokkal áll szemben. Sajnos idősödik a pedagógus állomány, 2019-ben a tanárok 45%-a 50 éves vagy annál idősebb volt. Az elmaradó pedagógus utánpótlás egyik oka a versenyképes fizetés hiánya, a tanárok kezdő fizetése az egyik legalacsonyabb az EU-ban. A kormány tehát nagyon is tisztában van az oktatás problémáival, ezért a jelen törvényjavaslatnak a magyar oktatási rendszer olyan mérföldkövének kellene lennie, ami a parlamenti pártok és a szakszervezetek szakmai konszenzusán alapul. Ehelyett a médiában beharangozott szakpolitikai és szakértői egyeztetésekre a belügyminisztériumban csak látszat kedvéért került sor, az érdemi tárgyalásra hiányzott a kormányzati valódi szándék, annak ellenére, hogy a Mi Hazánk Mozgalom a rendszer szintű problémákra konkrét megoldási javaslatokat dolgozott ki és nyújtott be. A belügyminiszter úr részvételével zajlott szakpolitikai egyeztetésen a pártokat váratlanul érte, hogy magukkal vitt szakértők nem szólalhattak fel például. A baloldali pártok kivonultak a teremből, az ellenzéki politikusok közül egyedül Dóró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese asszonya állt helyt, és javaslatot tett a státusztörvény pedagógusokra nézve hátrányos részeinek a módosítására. Jelezte például, hogy a törvényjavaslat nem nyújt kellő garanciát a gyermek születése után visszatérő kisgyermekes anyák számára. Belügyminiszter úr ígéretet tett ezen pontok felülvizsgálatára, de ez, ahogy megszokhattuk, üres ígéret maradt. Másnap a szakértői egyeztetésen a minisztérium képviselői a látszatát sem teremtették meg az együttműködésnek, amit jól mutat az, hogy a megbeszélésről jegyzőkönyv sem készült. A hét meghívott ellenzéki szakértőből a Mi Hazánk által delegált gyakorló pedagóguson kívül két másik szakértő volt jelen. Az egyeztetésnek nem nevezhető ülésen a minisztérium munkatársai sértő hangnemben lenéző gunnyal beszéltek a pedagógusokról. Például... Véleményük szerint nincsen kifejezett tanárhiány, az iskolákban nincs semmiféle agresszió, ha magaviseleti probléma akad valamelyik gyerekkel, az a pedagógus módszertani felkészültségének hiányára vezethető vissza. Álláspontjuk szerint a nevelés terén minden eszköz a pedagógus rendelkezésére áll, és számos lehetőségük van segítséghez fordulni. Sőt, ami egyben vérlázító is, hogy a tárca munkatársai cinikusan jegyezték meg, hogy a tanárok is szeretnének havi 1 millió forintot keresni, és szívesen ücsörögnének lyukasórákban, vagy otthon a nyári szünidőben. Na ezt nevezte a kormányzati sajtó szakértői egyeztetésnek. Pártunk szakértője többek között felhívta a figyelmet a részletszabályok hiányára, és arra, hogy a tankerületek nyomást gyakorolnak az iskolavezetésre a túlterheltség és a kifizetetlen többletmunkák kapcsán. De a minisztériumban nem akarták meghallani ezeket a problémákat. A jövő nemzetékek sorsa múlik ezen a törvényen. Ha a tanárok megbecsülését nem teremtik meg, pár éven belül nem lesz, aki tanítja a gyerekeinket. A törvényjavaslatban semmiféle előmenetel, kiszámítható pályaív nincs, a rugalmatlan szabályozás a szakma vonzerejét tovább csökkenti. Eddig körülbelül 16 ezer tanár hiányzik az iskolákból, és már legalább 5 ezer pedagógus jelezte, hogy felmond, ha bevezetik ezt a törvényt. 6 év tanárképző után fiatalok inkább elmennek szállodai recepciósnak, ahol simán kétszeresét keresik meg annak a bérnek, amit pedagógusként kapnának.
A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint a tanárok bérrendezése nemzetstratégiai kérdés. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magát szuverenistának valló kormány a pedagógusok béremelését a brüsszeli pénzektől teszi függővé. Annál is inkább, mert Gulyás Gergely miniszter úr a kormányinfón tett kijelentése alapján 2030-ig összesen 7000 milliárd forintot terveznek pedagógus béremelésre fordítani, ennek mindössze a 11%-a 800 milliárd forint lesz uniós forrás, vagyis elsősorban hazai költségvetési forrásból finanszírozzák majd. Novák Katalin köztársasági elnökasszony véleménye szerint is az EU-s pénzektől függetlenül is emelni kell a pedagógusok fizetését. Nagy Márton pedig nemrég arról beszélt nemes egyszerűséggel, hogy Magyarországnak lényegében nincs szüksége az EU-s forrásokra. Éppen ezért érthetetlen számunkra, hogyha nem érkeznek meg az uniós pénzek, miért csak évi 10%-kal emelik a tanárok fizetését, ami idén az inflációt sem fedezte. Az ígéretekkel szemben miért csak júliusig lesz visszamenőleges hatályú a béremelés. Továbbá semmilyen garancia nincs a törvényjavaslatban, hogy az illetmény eltérítés fedezete biztosított lesz. Idő hiányában nem tudom folytatni. Köszönöm szépen a figyelmüket!